Fejlesztés. Nagyszabású beruházás indult a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. Lányok 4.0 műszaki, tudományos és informatikai szakmákat népszerűsítettek Nyíregyházán. Új piac Tyukodon, a kis településen 100 millió forintból építették fel a nyitott és zárt térrel is rendelkező vásárteret. €300 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból nagyszabású beruházás indult a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A munkálatok a napokban kezdődtek, és a tervek szerint szeptember végéig tartanak majd. A fejlesztésnek köszönhetően több járóbeteg szakrendelőt újítanak fel, valamint az eszközparkot is korszerűsítik. Üresen kongó falak a kisvárdai kórházban. Az intézmény fülorgégészeti szakrendelői hamarosan visszaköltözhetnek ide, eredeti helyükre, most azonban még javában zajlanak a munkálatok. A területet a napokban adták át a kivitelezőnek. A kórházban több járóbeteg szakellátó felújítását ütemezték be a következő hónapokban. Ezek mellett új eszközöket is vásárol az intézmény. A fejlesztéseket uniós és állami forrásból finanszírozzák. Ez egy nagyon szerencsés konstrukció a kórház szempontjából. Gyakorlatilag a teljes projekt összegünket 100%-ban támogatja az Európai Uniós forrásunk. Ebből a projektből szeretnénk a elmaradt járóbeteg szakrendelőknek a felújítását megtenni. Ebben a fülorgégészeti szakrendelőknek a teljes körű felújítása van, a szülészetnőgyógyászatnak a felújítása, illetve ott a várótermérészt is rendbe fogjuk hozni. Gyerekosztályon is két szakrendelőt tudunk felújítani. Ezen túl pedig olyan eszközöket tudunk beszerezni, amely a különböző területeknek, reumatológiának, rehabilitációnak, fizikoterápiának a napi munkáját fogja majd segíteni. Ezek az eszközök eddig megvoltak a kórházban, de már régiek elavultak voltak, és most ezeket újra tudjuk cserélni. Ilyen eszköz is érkezik majd többek között. A rehabilitáció nem csak eszközigényes terület, de ezen a részlegen naponta több száz beteg is megfordulhat. Ezért különösen fontos a megfelelő infrastruktúra. Azon túl, hogy a bentfekvéshez már egy megfelelő kubatúra áll rendelkezésre, olyan válmozgató és térmozgató gépeket is tudunk beszerezni, amelyek eddig a kórházunkban, ha meg is voltak, akkor nem olyan modern készülékek, mint a mostaniak lesznek, és mivel nagyon-nagyon sok mozgásszervi panasszal vagy stroke ellátást követően érkező betegnek szüksége van a rehabilitációs ellátásra, az ő hétköznapi életünket tudjuk majd megkönnyíteni, és olyan mozgásokat megtanítani és visszaállítani nekik, amelyet eredetileg is tudtak, csak a betegségből kifolyó. Most már ezt nagyon nehezen tudják megvalósítani, és ezek a válmozgató, térmozgató gépek pedig majd a hétköznapi életbe való visszatérésüket fogják segíteni. A fizikoterápián pedig olyan eszközöket tudunk beszerezni, amelyekkel szintén a betegek hétköznapi életét, az életminőségét fogjuk majd javítani. Az eddig meglévő eszközparkunkat tudjuk úgy fejleszteni, hogy most a reumatológiai területre is tudunk ezekből a fizikoterápiás eszközökből majd jó párat kihelyezni. A fejlesztés sorozat becslések szerint közel 15 ezer járóbeteg szakellátását teszi színvonalasabbá, emellett a szakdolgozók számára is modernebb, energiatakarékos környezetet teremt. A beruházás a tervek szerint szeptember végéig tart majd. Autószerelő, targonca vezető, mérnök, informatikus, kifejezetten férfi szakmáknak tekinti a közvélemény ezeket. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, a Michelin Hungária Kft. Közös kezdeményezése ezt a vélekedést szeretné megcáfolni. Lányok 4.0 című programjuk célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatal lányok megismerjék a műszaki, tudományos szakmák lehetőségeit. Már negyedik éve tagja vagyok a Bánki Robot Teamnek, ami egy robotika szakkör az iskolánkban, és rengeteg versenyre is helyre jutottunk el ezáltal. Egyedüli lányként jár a Bánki egyik osztályába Marcis Katalin. A végzős diák, most a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban tanuló, valamint pályaválasztás előtt álló általános iskolás lányoknak tart előadást. Ebben azt mutatja be, milyen tapasztalatokat szerzett a Vármegye legnagyobb műszaki középiskolájában töltött évei alatt. Szeretném nekik népszerűsíteni a műszaki pályát, hogy nőként is helyt lehet állni, sőt, igény is van rá, és hogy ez egy nagyon jó befektetés akár a jövőre nézve is, hiszen eléggé keresett szakma a miénk. A Lányok 4.0 című rendezvényt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Michelin Hungária Kft.-vel közösen szervezte.
Céljuk, hogy a közvélemény által férfiasnak tartott szakmákat bemutassák a pályaválasztás előtt álló lányoknak, és az ezzel kapcsolatos tévhiteket ledöntsék. Vagyis, hogy nőként is lehet sikeres valaki műszaki, tudományos és informatika területen. Mi mindig nagyon nagy figyelmet fordítunk a lányokra, de úgy gondoljuk, hogy egyelőre a hagyományosan lányosnak gondolt szakmák felé irányul a figyelmük. Ezért gondoljuk azt, hogy ez fontos lehet. A bankiba például 3 lány tanul mindösszesen, de szerencsére van, aki elektronika, elektrotechnika ágazaton. Alapvetően jellemző egyébként az iskoláinkban az, hogy hagyományosan a fiús szakmákban a fiúk találják meg a helyüket, a lányos szakmákban pedig a lányok. Éppen ezért szeretnénk most példát mutatni nekik, hiszen közben nagyon sokat változott a munkaerőpiac, teljesen más lettek a termelési, gyártási folyamatok, tehát a lányok számára is kiváló lehetőséget biztosítanak, akár Nyíregyházán is. A Nyíregyházán évtizedek óta működő világcég aláírója az Európai Sokszínűségi Kárta Magyarországnak. A vállalat célja többek között, hogy esélyegyenlőséget biztosítson munkavállalói számára. Mi azon dolgozunk, hogy ezeknek a lehetőségnek a körét bővítsük. Ennek egyrészt ergonómiai akció, amiket végrehajtunk, másfél pedig egyszerű munkaszervezés, vagy pedig csak tényleg felhívni a figyelmet arra, és néha a vezetőket is abba az irányba inspirálni, hogy van egy csapatom, ahol 10 férfi dolgozik, hogyha ott van 3-4 hölgy is, aki bele kerül ebbe a csapatba, hogy az mennyire jót tesz a csapat dinamikájának, mennyire segíti utána az együttműködést, és ezáltal mennyire segíti a csapatnak a teljesítményét. És voltak ilyen, nem mondom, hogy tabu posztok, de voltak olyan posztok, ahol tényleg férfiak dolgoztak, mondva csináltokok miatt, és onnantól kezdve, hogy 2-3 hölgy bekerült a csapatba, látványosan javult a csapatnak a teljesítménye, minőségi kihozatala, mindene, és nem csak azért, mert a nők jobban dolgoztak, hanem az egész csapat dinamikáját ez segítette. Az egésznapos rendezvény 2 helyszínen zajlott. A fiatalok a Michelin Hungária telephelye mellett a Centrum digitális közösségi alkotóműhelyébe is ellátogattak. Itt többek között medált is készíthettek lézerrel, beszélhettek a bánkisok által fejlesztett humanoid robottal, vagy a szintén robottímes keréktársat is kipróbálhatták. Korszerű feltételek között vásárolhatnak a helyiek és értékesíthetnek az árusok Tyukodon. A kis településen 100 millió forintból építették fel a nyitott és zárt térrel is rendelkező új termelői piacot. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, az új vásártér azért is fontos a helyieknek, mert a színvonalas közösségi teret is jelent számukra. Tyukod fő utcáján kapott helyet ez a nemrégiben felépített impozáns épület, amely a település piacaként üzemel majd a jövőben. Az eredeti terv szerint a vásárteret a művelődési ház mögé építették volna. A látványtervek megtekintése után azonban úgy döntöttek, hogy a központban kapjon helyet a község új égköve. A település 100 millió forintot nyert el egy vidékfejlesztési pályázaton, így a jövőben már korszerű feltételek között vásárolhatnak a helyiek, és értékesíthetnek az árusok. Itt szabadon utcafronton árult mindenki, tehát hétfői napokon van nekünk egy rendezvényterünk, ott mindenki kipakolt, ott árusított, és akkor jött ez az ötlet, hát csináljunk mi egy ilyen helyi érték termelői piacot. És így jött ez létre, képviselő úrral megbeszéltük a dolgot, a képviselőtestülettel megbeszéltük, és így jött ez létre, hogy megcsináltuk ezt a piacot. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy látja, a komfortos körülmények mellett fontos az is, hogy a település egy új közösségi színtérrel is gazdagodott. Az itt találkozó emberek nem csak eladnak, ásárolnak, hanem elmondják a problémáikat, érdeklődnek egymás problémáiban, és a mai 21. századi társadalomnak a legnagyobb problémája az, hogy nem érdeklődünk egymás iránt, elmegyünk egymás mellett. Vannak ezek a régi romantikus időszakra való visszaemlékezések, mint például én a kocsmát hoztam, vagy annak idején még szerettem kuglizni járni, meginni egy pofa sört, vagy éppen felbrizni egyet a csapattal, mert jó volt mással, barátokkal jóban lenni. Most vagy van egy baráttársak, akivel leülünk bográcsolni, de nincs szintér. És én azt javasoltam polgármesternek, hogy ez legyen egy közösségi szintér, legyen a találkozások helye, és az ókori agórával hoztam párhuzamba, hiszen ott is a piac, az agóra kifejezéssel egy közösségi szintér is volt, ahol még a politikai hitvallását is megvallhatta valaki, vagy éppen vitatkozhatott. Na, ezeknek a funkcióknak kellene, ezeknek az épületeknek eleget tennie.
Kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt a helyiek számára ez a tó is, vélhetően ezért is kapta a pihenő tó elnevezést. A vízpart mellett fut az a Nagyecset felé vezető mellékút is, amelyet idén fognak felújítani. Ez a bölcsőde pedig tavaly nyitotta meg kapuit Tyúkodon, az új intézményt az óvoda mellé építették fel. Ez egy 200 millió forint értékű beruházása volt a községnek. Még egy éve sincs, hogy átadtunk 200 millió forintos bölcsődét. Nagyon jól működik a bölcsőde. Közeljövőben Tyúkod Nagyecset összekötő utat fogjuk átadni, tehát jelenleg folyik a közbeszerzés, reméljük sikerülni fog, az egy 300 millió forintos projekt. Nagyecsednek már van kivitelezője, mert ugye azt is a nagyecsedi kollégával, Kovács Lajos kollégával egyeztettük, hogy tehát mind a ketten benyújtjuk a pályázatot. Ők is benyújtották, mi is benyújtottuk, mint ahogy említettem a köszöntőmbe, olyan kormánya van Magyarországnak most, aki a vidéket támogatja. Mind a kettőnk pályázatát elfogadták, és eredményes lett. Tyúkodon jelenleg az egészségház korszerűsítése és egy játszótér építése van folyamatban. Ezeket a tervek szerint az augusztus 20-ai ünnepséggel egybekötve adják át. Hamarosan megkezdődik a szegfű gombák szezonja, és a gombák szerelmesei jó évre számíthatnak, mondta el Dudás Roland gombaszakértő. A szakember felhívta a figyelmet az ingyenes gombavizsgálati lehetőségre, amelyre a nyíregyházi búzatéri piacon a hét mindennapján van lehetőség. A szára pattanvatorik, a lemeze pedig egy kicsi, egy hosszú, ugyanolyan színű mindegyik. Tudás Roland gombaszakértő magyarázza a szegfű gomba sajátosságait a nyíregyházi búzatéri piacon. Márciusban kezdődött a gombaszezon, amit minden évben a kucsmagomba indít el az egész országban. Tudás Roland azt mondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére is jellemző, hogy a legkedveltebb fajták a családok asztalán a csiperke, a szegfű gomba, az őzláb gomba és a vargánya. A szakértő szerint jó évre számíthatnak a gombászok. Egész jó csapadék volt, most szerencsére meleg is van hozzá, a gomba ezt nagyon szereti. Szerintem egy nagyon jó szezon elé fogunk nézni ebbe az évben. Dudás Roland úgy véli, a magyar gasztronómiának nem csak ízletes, de rendkívül egészséges alapanyagai a különböző gombafajták, de még mindig sokan félnek a gombák esetleges mérgező hatásaitól, míg mások épp ellenkezőleg szenvedélyük a gombászás, és képesnek érzik magukat arra, hogy eldöntsék, melyik gomba fogyasztható és melyik nem. A gombaszakértő nem hagyható ki a történetből. Nyilván, aki 25-30 éve szed egy-kettő gombát, amit mondjuk gyerekkorától mondjuk megtanult. Én azt mondom, hogy azt meg tudja állapítani, hogy az milyen gomba. De nyilván mindenkinek a saját felelőssége eldönteni, hogy gombaszakértőt felkeresi vagy nem, de én mindenképpen ajánlom, hogy keressenek meg minket. Lehet hibázni, lehet tévedni, úgyhogy mindenképpen ajánlatos minket megkeresni. A szakértő hozzátette, a nyíregyházi búzatéri piacon ingyenes gombavizsgálatra van lehetőség, az árusok számára pedig kötelező a portékák bemutatása. Itt Szabolcs vármegyében, igazából Nyíregyházán van csak kimondottan egyedül a piaszcsarnokban a gombavizsgálati lehetőség. Minden nap itt vagyunk, megtalálhatóak vagyunk. Amikor szezon van, akkor egy kicsit bővített nyitvatartással, de egyébként minden nap 10 órától 1 óráig vizsgáljuk a gombákat. Dudás Roland úgy fogalmazott, két héten belül elindulhat a szegfű gombák szezonja, amelyből 1 kiló a tavalyi évben 4000 forint volt, de a kisebb csomókat 6-700 forintért is meg lehetett vásárolni. Minden a strudli körül forgott pünköskor vállaljon, ahol a sváb ételt készítették és kóstolták a hagyományos fesztiválon. Az étel különlegesség mellett különböző programok is szórakoztatták az érdeklődőket. Minden adott egy autentikus tészta ételhez. Hozzáértő kezek, kiváló alapanyagok és a megfelelően felhevített olaj. Íme a strudli, ami vállalj sajátja. Az elődeink étkezési szokásaira is rávilágít az étel egyszerűsége. Az idei fesztivál is hivatott lehet arra, hogy a recept anyáról lányára öröklődve őrizze a hagyományt. Na most a strudli tulajdonképpen azért egy érdekes étel, mert a sváb emberek abból főztek, ami a kertjükbe megtermett, ami a pincébe megtalálható volt, amit háznál elő tudtak állítani. Hát a strudlihoz tulajdonképpen liszt kell, amit ugye őröltették a búzát, gabonát, a tojást a tyúkok megtojták, a tejfelt tejet adta a tehén,
és tulajdonképpen ennyi. A töltelékhez meg a krumpli, hát a sváb étel főétel a krumpli, ez biztos, mert krumplit krumplival. És a strudli tulajdonképpen eredeti strudli, krumplival és lekvárral, szilva lekvárral készült csak. De most már a mai világban többször előfordul, hogy túróval, kaporral, kapros túrósat is készítünk. Ezen kívül van, aki pedig édesen megcukrozza, de ez már nem, az már nem strudli. Na most a strudli tulajdonképpen a házaknál, faluhelyen egy tál étel volt, de hozzá aludtej, aludtejet tettek. Tehát az meg ott volt a pincébe, ugye a tehéntől megvolt a tej, az aludtej. Na most viszont készült strudli leves. A strudli leves, az pedig a strudli széléből ilyen kis másfélszer, másfeles kockákat vágtak le, és azt főzték bele egy zöldségleves alaplébe, és ez volt a strudli leves. Strudli sütő asszonyok érkeztek a határon túlról is, de a receptek nem mutatnak nagy eltérést, egy valamit kivéve, a tészta vastagságát. A töltelékkel nem kell fukarkodni, a tészta pedig alig legyen észrevehető. A fesztivál idén már 18 éves múltra tekint vissza, őrizve ezzel a sváb hagyományokat. A Strudli Fesztivál pedig 1999-ben kezdődött, akkor még a szomszédos településsel felváltva Mérkel, ahol részben svábok laknak. Aztán 2006-tól, mióta polgármester vagyok, Mérkeknél alábbhagyott a lelkesedés, és onnantól kezdve minden évben állunk van. Az idén leszünk a Covid kihagyása miatt 18 évesek, tehát nagykorú lesz a Strudli Fesztivál is. A díjak sorakoztak, a lovasok pedig az utolsó simításokat végezték, készülve ezzel a már hagyománnyá vált fogadhajtó versenyre. Új győztese van a labdarúgó megyei magyar kupának. A kisvárdai Várkerti stadionban rendezett döntőben a megyei első osztályú Tarpa 1-0-ás félidő után 3-2-re verte a megye 2-es Csengersimát, így hatodik csapatként szerezte meg a serleget. A magasabb osztályú csapat kezdte jobban a meccset, és a negyedik percben Románcsuk révén meg is szerezte a vezetést a Tarpa. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, de az első fél időben csak egy komolyabb helyzetig jutott el a Csengersima. A második játék részben felpörögtek az események. Az 51. percben Dávid Róbert fejese után jutott a tarpai kapuba a labda, majd 8 perccel később Volkán Roland szabadrugása után a vezetést is átvette az alacsonyabb osztályú csapat. Azonban nem sokáig örülhettek, mivel 4 perc múlva Románcsuk egalizált. Sőt, a támadó a 69. percben megszerezte saját maga és csapata harmadik gólját is. A fáradó csengersimaiak Mona kiállítása miatt a 76. percben megfogyatkoztak, így a Tarpa 3-2-es győzelme a hátralévő percekben már nem forgott veszélyben. A mérkőzést úgy gondolom jól kezdtük, hamar gólt szereztünk, utána volt több zicserünk is, a vendég csapat kapusa nagyokat védett, mi is azért rásegítettünk, utána kicsit átvette a vendég csapat az irányítást, kiegyenlítettek, sőt a másik fél idő elején sikerült megszerezni vezetést is a csengersimaiknak, de utána úgy gondolom, hogy sikerült csapatként nagyot csinálni, és sokat futva, egymást bíztatva, hamar kiegyenlíteni, és a végén azt leéreztük már, hogy benne lett még az a harmadik gól, és nagyon örülök, hogy sikerült is. A megyei másodosztály Gintek csoportjában bajnoki címet szerző Csengersima játékos edzője a vereség ellenére is büszke volt csapatára. Mindent megtettünk a győzelemért. Ahogy indult az egész, éreztük, hogy hatalmas iram van, és ezek a fiatal srácok olyan iramot diktáltak, amit nagyon nehezen tudtunk lekövetni. Jobban kezdték a meccset, aztán ez gólban is megmutatkozott, aztán helyek közel partnerei voltunk az ellenfelünknek, próbáltuk nehezíteni a játékokat, hogy ne hozzák ki, próbáltunk kicsit letámadni. Aztán pici taktikai hibákból egy-egybe ügyesebbek voltak, és abból építkezve, apró figyelmetlenségeinket kihasználva végül is megszerezték a győzelmet, de egyáltalán vagyunk elkeseredettek és csalódottak, mert én úgy érzem, hogy partnerek voltunk. Nagyon hálás vagyok a közönségnek, a szurkolóknak, akik elkísértek, mert tényleg csodálatos élmény volt és leírhatatlan. Ilyen egy előtt egyszerű falusi futballista életében, mint amilyenek mi vagyunk, egyszer van, és az most volt, és tényleg ezt úgy kell megélni és értékelni mindenkinek, hogy sikerként és nem pedig kudarcként.
Az MLS megyei igazgatója szerint ilyen színvonalú és hangulatú mérkőzéseket képzeltek el, amikor 7 évvel ezelőtt életre hívták a megyei magyar kupát. Nyugodtan mondhatom, hogy a megyei labdarúgásunk ünnepe, lehet látni egy 2 kis település, Talpa és Csengersimo mérkőzésre, egy tőlük távol lévő helyszínre, Kisvárdára eljöttek 7-800-an, hétköznap délután szurkolni a sajátjaiknak, fantasztikus hangulat volt, nagyon jó mérkőzés, fordulatos mérkőzés, 5 gólt hozott ez a döntő, egy igazi kupa mérkőzés volt. Úgyhogy igen, nyugodtan mondhatom, ilyenről álmodozik minden igazgatóság. A talpai csapat a 2 éve elveszített döntőt követően a Rakamaz, a Balkány, a 2-szeres győztes Ibrány, a Csenger és a Nagyecsed után 6. együttesként emelhette magasba a megyei magyar kupát. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Nagyszabású beruházás indult a kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban. A fejlesztésnek köszönhetően több járóbeteg szakrendelőt újítanak fel, valamint az eszközparkot is korszerűsítik. A munkálatok a napokban kezdődtek, és a tervek szerint szeptember végéig tartanak majd. A beruházásra közel 300 millió forint vissza nem térítendő uniós forrás áll rendelkezésre. Lányok 4.0 címmel hagyományteremtő szándékkal szervezett programot a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Michelin Hungária Kft. Céljuk, hogy az intézményben tanuló, valamint a pályaválasztás előtt álló általános iskolás lányoknak bemutassák, milyen lehetőségeik vannak a műszaki, tudományos és informatikai szakmák területén. Új termelői piac nyitotta meg kapuit Tyukodon. A zárt és nyitott térrel is rendelkező vásárteret csak nem 100 millió forintból alakították ki. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, az új piac azért is fontos a helyieknek, mert az színvonalas közösségi teret is jelent számukra. Június 1-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből elszórtan kisebb számban északon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 28 fok között várható.